Kertvárosban vagyunk a Balassi játszótéren, és elsődleges célunk az, hogy a családok kimozduljanak, és a játszótér mellett más funkciót is találjanak itt. Ezért hoztunk animátorokat, hozunk művészeti programot, mint most ebben esetben népzene fog felhangzani, és a gyerekek megismerkednek a népi hangszerekkel, valamint ügyességi játékok egészítik ki a játszótér eleve adott programját, a hintát, a libikókát és a különféle eszközöket, amik itt be vannak építve. Mondtálnál egy-két példát, hogy éppen mit lehet csinálni, majd hamarosan meg is nézzük. Kézves animátorok mindig meglepnek bennünket, most egy virágot készítenek itt a háttérbe, másik helyszínt megmondom őszintén még nem tudom, mert nem néztem meg. Az ügyességi játékoknál meg különféle mozgásos ügyességi feladatok vannak, ahol a gyerek mozgáskoordinációját lehet kipróbálni, és mindig a korosztálynak megfelelően állítjuk össze a játékokat, úgyhogy mindenkinek legyen sikerélménye, mert ez a lényeg. És ki az a népzenész, aki megismerteti a hangszerekkel? Ifjú Horváth Károly, a népzene mestere, a Zala megye népzeneinek lelkiismerete lehetne így is nevezni, ő az, aki felvezeti a népzenét, a zalai népdalokat, és megismerteti a hangszerekkel a gyerekeket, akik itt vannak. Köszönöm szépen! Jó, vagy még egyet legyen.